Sok szeretettel üdvözlöm Önt, mint magyar zellertermelőt. A lengyelországi Sirác közelében vagyunk, ahol Prinsino zellert termelnek. Ezt az 5 hektáros területet április 5-én ültették be, majd letakarták fátyolfóliával és öntözték. Láthatjuk, hogy ezen a területen nincs egy felmagzott zeller sem. Ne feledjük, hogy április elején és közepén sok helyen talajmenti fagy volt, és nem volt elegendő fénymennyiség sem, nem úgy, mint mostanában. Ennek a fajtának nagyon jó a felmagzással szembeni ellenálló képessége. Nézzük meg magát a zellertövet. Láthatjuk, hogy nagyon erős, egészséges levélzet jellemzi. Ez különbözteti meg ezt a fajtát a többitől. A gyökérgumó nagyon gömbölyű és olyan kompakt gyökérzete van, amely könnyen levágható. Jelen pillanatban a gyökérgumó, be kell kapcsolnom a mérleget, jelen pillanatban a gyökérgumó 290 g, amint azt ön is láthatja. Így néz ki a zeller kicsit összekoszolódva belülről. Van benne egy mélyedés, de ebben az esetben ez nem számít, mert ez egy korai, egészséges levelű zeller, amit nem tárolásra és feldolgozásra szántak. A Prinsino az egészséges levélzetének köszönhetően a gumóját nagyon gyorsan növeszti. Néhány gondolat erről a fajtáról. A Prinsino zeller 3 éve van a piacon. Ennek a területnek a tulajdonosa tavaly 1 hektáron próbálta ki ezt a fajtát, de idén, amint láthatjuk is, már 5 hektára növelte a terület nagyságát. Ez is jelzi, hogy a fajta kiválóan bizonyított, amivel a termelő nagyon elégedett. Ajánlom önnek is a Prinsino fajta termelését, tesztelését, kipróbálását azért is, mert korai zellerként még mindig újdonságnak számít a piacon. További információért látogasson el honlapunkra, és keresse Ládi Csaba kollégánkat Magyarországon. BASF. Kémiát alkotunk.